Sziasztok! Akkor kezdeném az Xperia Z bemutatóját, méghozzá elsőként a kezelőfelületet mutatnám be. Rögtön kezdeném is ugye a feloldóképernyővel, amint láthatjuk megváltozott, tehát a régi hagyományos csúszka eltűnt, helyette ilyen redőnyszerű animációval oldhatjuk fel, amit akár fölfelé, akár lefelé húzva is használhatunk feloldásra, valamint van gyors zenelejátszó is, gyors kamera indításunk is, ugye az, hogy mire való, nem kell magyaráznom. Lássuk magát a felületet, ugye ránézés nem sokat változott, ugyanúgy maradt a doksáv, ugyanúgy maradt minden. A régi ránézésre ugyanakkor mégsem kezdeném is azzal, ami változott. Ugye mikor ezzel a két ujjal zoommal összehúztuk a kezdő képernyőt, egy ilyen áttekintő mód, egy áttekinthetetlen áttekintő mód jött elő, így össze-vissza ugráltak a vidgettjeink, most ez megszűnt. Ehelyett a kezelőfelület jön elő, mivel a fő oldalainkat kezelhetjük. Egymástól teljesen függetlenül mozog a két, tehát a fő oldal kezelője és a alsó rész, ahol ugye alkalmazás feleteket, azaz widgeteket, kedveltebb nevén pakolgathatjuk ki. Valamint ugye a főoldalak számát innentől már növelhetjük. Ugye gyárilag eddig mindig 5 darab volt, ezt nem csökkenthettük, nem növelhettük, ezért sokan panaszkodtak. Sony meghallgatta a kéréseinket, így ez megszűnt. Immár az 5-öt maximum 7-re növelhetjük, vagy akár eltüntethetünk az 5-ből 4-et, és csak a középső főoldalt hagyjuk meg. Az elnézés ugye ugyanaz maradt, tehát 4x4-es a főoldal, a vidgeteket is maximum 4x4-eseket pakolhatunk ki. Kis X-el eltávolíthatjuk az adott főoldalt, házi kugombbal pedig az adott oldalt beállíthatjuk kezdő oldalként. Alkalmazás feletek kirakásakor ugye az adott oldalra mehetünk, amikre ki akarjuk rakni, vagy el akarjuk éppen távolítani. És mivel egymástól független, így utána visszajön a felület. És ugye ennek a helyére kirakhatunk bármit. Ilyen egyszerű, és ugye itt rögtön méretezhetjük is, a virgetek 99%-át lehet átméretezni, mind a Sony-sokat, mind a gyári Google virgeteket, alkalmazás feleteket, kinek melyik tetszik jobban. Ugye a régi virgetjeinkből eltűnt a timeskip, tehát az Xperia Z-ben már nincs benne, ezt váltja az jelenleg beta fázisban lévő úgynevezett Social Life. Ez tulajdonképpen ugyanazon fog alapulni, csak sokkal szebb, egy úgynevezett csempés felületet fog kapni, ami teljes képernyős lesz, és tulajdonképpen a lényeg ugyanaz lesz, tehát Facebook, Twitter, YouTube, valamint általunk kiválasztott hír és RSS csatornákat fog majd listázni nekünk, ugyanúgy beállíthatjuk, hogy az milyen gyakran frissüljön, és egyéb dolgok. Ugye a feljegyzésekhez tartozó vidget továbbra is megtalálható, tehát gyors kopintásra ezt rétrehozhatjuk, fényképek és videók, ugye a gyári Google vidgetek, zenelejátszó, stb. Időjárás vidget ugye továbbra is megvan, akkor a képernyőtükrözéshez, legutóbbi hívásokhoz, ugye a könyvjelzőkhöz és naptárhoz, egyéb dolgokhoz teljesen megmaradt a vidget. Ugye itt láthatjuk, hogy néz neki a Social Life, ugye a vizuális stílusban, a hagyományos lista stílusban és ugye a barátok féle, valamint ugye a gyors megosztás. És itt már nem azt fogja kiírni, hogy Xperia smartphone-nal, hanem azt, hogy a Social Life-val osztottuk meg. Viszont ellenben, hogyha használjuk a gyors megosztót, például a képeknél, stb., ott Sony Xperia smartphone-t fog továbbra is érni. Ugye itt továbbra is ugye a TV slide-nak, minden Sony-s alkalmazásnak megvan szinte a saját kis vidgetje. Ugye órákat továbbra is többfélét választhatunk. És ugye a vidgeteken kívül továbbra is rakhatunk ki alkalmazás parancsikonokat, ugye háttérképeket is választhatjuk innen, ahol albumból vagy már választhatunk, hogy az akár élő háttérkép is legyen. Valamint ugye a témázás, ami megint megváltozott. Mármint a témák nagyjából ugyanazok maradtak, csak épp a
az, hogy mi változik, és az, hogy ezt hogy, az változott, hiszen például sem a beállítások, sem az üzenetek, sem a telefonkönyv hátterei már nem fog átváltozni, az ugyanis vagy hagyományos fekete, vagy fehér, viszont a kis ikonocskák, vagy például a értesítés sávban az óra színe, a gyorsvidgetek, tehát a gyorsvidget kapcsoló színe változik meg, valamint ugye a hátterek és a billentyűzár háttere. Itt ugye mutatja is, hogy mire változik, valamint megvannak ugye a nevek. Színekből maradtak az eddigiek, tehát a fekete, a zöld, a kék, hölgyeknek a lila és a rózsaszín, valamint a általam kedvelt türkiz, ami most más nevet kapott, amit nem szeretnék kiejteni, félreértések elkerülése véget. És ugye tulajdonképpen ez ennyi. Ugye továbbra is mappázható. Ugye a mappákat el is nevezhetjük. Ami ugye változott az, hogy ugye pontosan ezt mutatom, hogy nem változott, hogy tartsuk a sorrendet, ugye továbbra is többféleképpen rendezhetjük a dolgainkat, ikonjainkat. Továbbra is van gyors eltávolítás, megosztás, és testre szabással pedig erre a képernyőre ugrunk vissza. Ugyanúgy megmaradt a 4x5-ös elrendezés, tehát a felbontás és a kijelző növelkedés ellenére maradt a régi. Tehát nem lehet sem 5x5-ös, sem semmilyen. Ugye van egy kis keresőnk is, ahol alkalmazás nevét beírva gyors kereshetünk. És ugye visszatérve az elrendezéshez, egyéni elrendezés esetén most már a menüben is hozhatunk létre mappákat, amik ugye egyértelműen innen nyílnak. Valamint egy jó dolog, hogyha az egyéni elrendezést berendezzük, és később valamiért visszaváltunk betűrendbe, vagy bármibe, ugye az egyéni elrendezésünk megmaradt, tehát a beállításokat megjegyzi a launcher. Ez szerintem nagyon szuper dolog. Tulajdonképpen az egyik legjobb launcher lett a piacon, ugye főleg, hogy most már itt is ugye ez a 3D-s elforgás van, ami ráadásul ugye nem is akad, még élő háttérkép csúnyán is lenne, ha akadna egy 4 magos készüléken. Tehát ennyi, és ugye ami talán még hiányzik belőle, az az, hogy a menüben ikonokat meg lehessen adni, hogy melyiket lehessen elrejteni, vagy melyiket nem. De mivel mappázható, ugye ez is kiküszöbölhető, hiszen az egyéni elrendezésben azt rakhatjuk a legutolsó lapra, vagy akár betehetjük őket egy nem használt ikonok nevezetű mappába, vagy bármibe. Tulajdonképpen a kezelőfelülethez ennyi tartozott, talán még pár szót érdemel ugye itt a értesítési sáv, ahol továbbra is nem maradtak ugye a vidgőt kapcsolók, de továbbra sem lehet oldalra csúsztatni, és fix, tehát nem lehet az ikonokat lecserélni. Tulajdonképpen azokat tették, amiket mindenki használ, kivéve amit fölöslegesnek tartok, én például az a hangerő, hiszen ezt a, ugye az oldalsó hangerő gombokkal bármikor szabályozhatjuk. Amit itt láthatunk, ezt már én adtam hozzá a Notification Tool alkalmazással, tehát az nem gyári, de ugye kibővíthetjük a gyári funkcionalitást vele. Ez ugye egy 2 GB RAM-os készüléken nem okoz különösebb fájdalmat, hiszen a RAM-ból annyi van, mint égen a csillag. Amennyiben csak az órára tesszük rá az ujjunkat, akkor csak a órát és a vidget kapcsolókat mutatja meg nekünk. Tulajdonképpen azt hiszem ezzel a kezelőfelületet, magát, a launchert kis végeztem, tehát nincs miről beszélnem tovább róla. Ja, igen, még talán ide tartozhat a, ugye a menügomb lenyomásánál újra elérhetjük a nemrégiben megnyitott alkalmazásokat, valamint a mini alkalmazásokat, amiből most már rengeteg van a Google Play-en. Amit láthatjátok, a választék egy nagyobb tál, ami még hiányozhat, az egy mini videó lejátszó, vagy talán egy mini YouTube, és akkor tényleg tökéletes lesz, mert van itt már a kamerától a böngészőig minden, valamint kapcsoló vidget is.